Egy magyarföldi látogatásból nem maradhat ki Mezőkövesd városa. Lássuk, mit érdemes megnézni az elsősorban gazdag hímzéseiről ismert UNESCO kulturális világörökség Matyó népművészet központjában. Látnivalóból ugyanis akad pár napra való. Kezdjük a jellegzetes fa kapuval köszöntő tradicionális hadas városrésszel, ahol még jól látható a korabeli mezővárosi település szerkezet. A hadas egyik legszebb háza 1817-ben készült. A hagyományos beosztású házat a kőből faragott ablakkeretek, a rendkívül ősi szabadkéményes pitvar, valamint a boltíves pince különleges építészeti értékké teszik. Mezőkövesden, Matyóföld szívében vagyok, annak is a legközepében, a hadas város részben. Az elnevezés arra utal, hogy egymással rokon családok együtt hadakban éltek. A 150-200 éves nártetős parasztházakban ma alkotó műhelyek működnek. Van itt például mézes kalácsos, tűzzománcos, festőművés, fazekas, és hamarosan egy bútorfestőt is meg fogunk látogatni. Kovács Szabolcstól azt is meg fogom kérdezni, hogy hogy kerül vajon a magyar matyó minták közé a gránátalma. Tartsatok velem! Érdemes betérni bármelyik hadasbeli népművészházába. A ma már lakásnak nem alkalmas nártetős parasztház tökéletes díszlet Fehér Tibor keramikus műhelyének és mikáinak is. Ő is nagyon várja már vissza a járvány után lassan csordogáló látogatókat. Ők adnak értelmet a munkájának ugyanis, méghozzá nem csak anyagi értelemben. Az egyik legjobb élménye Mezőkövesden a sok-sok beszélgetés volt ismeretlenekkel. Mindenki szomjazza az emberi találkozásokat. Kezét csókolom, szép jó napot kívánok! Fantasztikus, szép a házam! Köszönöm szépen! Ez egy 200 éves, autentikus, vértel, deszkavértelkes, szép nádas ház. Hagyományos észak-magyarországi háromosztatú parasztház. Utca felől a tiszta szoba, középen a bejáratnál a konyha, hátul pedig a kamrali. Alap nélküli vágyóház. Hát ehhez a bútorfestéshez nem elég a tehetség. Tehát kell a genetika, az öröklött tehetség, de mellette a szerelem is szükséges. Szerelem nélkül ezt nem szabad csinálni. 16-18 órás napi munkát jelent, napi munkát, szórakozást jelent. Mert nekem ez már szórakozás. Amikor a festésre kerül a sor, akkor már minden bút, minden bánatot elfelejtek. A matyó bútorfestés az egy 300 éves hagyomány. 1753-as a legrégebbi dátumos, még ma is meglévő festett bútor. Ön mióta fest? Ön hogy lett bútorfestő? Én gyerekkoromtól, édesapám műhelyében mindig ott voltam. 6 éves koromtól már én benn voltam mindig. És amikor a festés volt, édesapámat nem is hagytam békén. Tehát 6 éves koromtól már ecset volt a kezembe. Hát nem egyből a rózsák, tulipánok festése, hanem szabad festés volt. De egy szép fokozatosan tanultam meg. A diák évek alatt, aztán felnőttként, pedagógusként, művésztanárként is édesapám hozzájártam segíteni, amikor a festésről volt szó. Tehát a különlegessége ennek a festésnek az, hogy ezek előrajzolás nélkül készülnek. Tehát amikor a bútor terveződik, a bútor készül a farhésze, akkor én már tudom, hogy mi fog rákerülni. Tehát, hogy csokor, főzér, girland, esetleg hullórózsa. A matyó festett bútorokon, a bútorfestésnél nagyon sokféle motívum, nagyon sokféle virágot festenek. Természetesen vannak gyakori virágmotívumok, mint a tulipán, a csőgőrózsa, a gránátalma, a cserfalevél vagy akáclevelek, a gyöngyvirágok. Tehát ezek a leggyakrabbak, de ugyanúgy a szegfű, a búzakalász is megjelenhet, ugye mert a földműves családoknál, a kelengyeládán, az ágyon a búzakalász is szerepel motívumként. Nem véletlenül nevezik ezeket a mennyasszonyi ládáknak, rózsás ládáknak, vagy tulipános ládáknak, azért nevezik így, mert ezek a leggyakoribb elemek, virágelemek a bútorokon. Tehát a bútorfestésben nincs nehéz dolog, legalábbis nekem nincs nehéz dolog. De ez egy szerves egészként kell elképzelni, a bútor tervezéstől,
a fabútor, a fa részének, az asztalos munkának a kivitelezésén, az alapozás, ami nagyon koszos mesterség, és a befejező rész, a virágozása, a felöltöztetése a bútoroknak. Ezek másoknak biztos nagyon nehéz dolog, meg elképzelni is, hogy ezt megcsinálni. Nekem ez egy nagyon egyszerű dolog, olyan mint a egyszer egy. Tehát a bútorfestés jövője. Nagy bútorokat, bútor együtteseket már magánházakban nagyon ritkán rendelnek. Általában a közintézményekben, múzeumokban, tájházakban, irodákban, éttermekben rendelik ezeket a bútorokat. Magánlakásoknál esetleg hálószobát, vagy előszobát, vagy egy étkező garnitúrát, vagy a kelengyeládát az esküvőkre. Az még nagyon gyakori. Egyre inkább a kisebb bútor darabokat rendelik, amit odahaza emlékként, vagy használati tárgyként tudnak használni, ládikák, tükrök, apró ajándéktárgyak, amit a ide látogatók emlékként visznek magukkal. A gránátalma motívum, ami itt a fehér virág, ezekkel a piros kis magvakkal, a gránátalmak magjai, ezek a piros pöttyök, ezek a gazdagságot szimbolizálják, és valószínű, hogy kis-ázsiai, keleti eredetű ez a virágmotívum. A legszebb régi, burjánzóan tömött, a textilt teljesen elnyelő, matyóul úgynevezett öcsetes hímzéseket a Matyó Múzeumban láthatjuk. Az állandóan kiállított régi viseletek, bútorok mellett időszakos tárlaton most épp korabeli gyermekkelengyéket gyűjtöttek össze. Máshol nem látható ritkaságok a nagyított korabeli színes fotók is, amiken látszik, hogy 150 éve még egyetlen kép elkészülte is ünnepi esemény volt. Ne hagyjátok ki a Takács István gyűjteményt se. Magyarország egyik legszebb házasságkötő terme van itt, tele a régi paraszti életet és vallást rendkívül részletgazdagon ábrázoló Takács festményekkel. A rendkívül termékeny 20. századi festőnek országszerte 290 templomban van freskója, oltárképe, sőt még ruhákat is tervezett, amik végül nem valósultak meg, de érdemes a rajzait megnézni. Ma is hordhatóak lennének a finoman modernre hangolt matyomotívumos ruhái, a múzeum tervezi is, hogy életre kelti a ruhaterveket. Ha még van szufla, menjetek el a Hajdúráfis mezőgazdasági gépmúzeumba is, ahol még annak is bádog szíve lesz, akit nem érdekelnek a gépek. Nem csak Magyarország, de Európa legnagyobb ilyen gépmúzeuma van itt, szintén jó pár régi parasztházzal, de még egy matyóra festett trabant is megtalálható a kiállítási tárgyak között. Ennyi művészet után hol máshol végezhetnénk, mint a közeli Zsóri termálfürdőben, ami újra teljes üzemben várja a látogatókat kint benti medencékkel és szaunavilággal, valamint egy különleges fából készült tetőszerkezetű uszodával.